Elindult a zöld konzultáció, mellyel minél több embert szeretne megszólítani az LMP. Az ország több városában találkozhatnak az aktivistákkal, így Székesfehérváron is. A tájékoztatón elhangzott, az LMP valódi kérdéseket tesz fel az embereknek, és valódi problémákra próbál reflektálni, legyen szó a megújuló energiákról, vagy az épület szigetelésről. Azért ilyen magasak az energiaárak, mert a fosszilis energiának a fogságába élünk évek óta, és az Orbán kormány nem tett valódi lépéseket azért, hogy Magyarország energetikailag független legyen, hogy zöld energiát használjon, és hogy saját magunk szabályozzuk azt, hogy az energiának milyen ára van. Lánkfalvi Attila, az LMP Fejér megyei területi szervezetének elnöke kiemelte, 5 kérdéssel foglalkoznak 3 témakörben. Az energiahatékonyság kiemelt ügy, a napelem és a szélerőművek létesítése. A közösségi közlekedésben klímabérlet bevezetését szorgalmazzák. Székesfehérváron van még nagyon-nagyon sok olyan panel, ami sajnos nem tudott részt venni a panelprogramban. Ezeknek a szigetelésére szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a kormány újraindítsa el ezeket a részeket, és minél kevesebb atomenergiát szeretnénk Magyarországon. Ungár Péter, az LMP társelnöke kérdésünkre megerősítette korábbi állítását. A kampány idején nem tudott arról, hogy Márki-Zay Péter mozgalma Amerikából csaknem 2 milliárd forintot kapott. Ez a pénz nem jelent meg az LMP egyéni jelöltjeinek a kampányában. Ungár Péter a dermesztő ügy kapcsán azt is kiemelte, óvatosan kell arról beszélni, hogy honnan jön a pénz. Mind a kampány finanszírozása, meg az, hogy honnan jön pénz, ezekről nagyon óvatosan kell beszélni. Ezek nagyon, és illetve nem csak, hogy beszélni, nagyon óvatosan kell dönteni, nagyon körültekintően kell ilyen dolgokban eljárni, és hát szerintem akkor így a héten kimondhatjuk a hét eufemizmusát, hogy ez nem volt körültekintő az elmúlt időszakban. A külföldi kampánypénzek ügyében sikkasztás és pénzmosás gyanújával nyomoz a rendőrség.